Auj, oh, hello, sziasztok, Norvi vagyok, és a mai adásban kicsit visszatérünk a szakmázásra, a ingatlanak kapcsolatos ügyintézés mé mélyére, fogunk lemerülni, és most egy kicsit az ügyvédeket fogom elővenni, mert bevallom őszintén, hogy az ügyvédi szakmával, ami az ingatlan, hitele, az ingatlan hitezes, a tehát a ingatlan vásárása kapcsolatos adásvételi körül zajlik, kifejezetten, hogy nem vagyok elégedett, de ezzel nem vagyok egyedül. Számtalan kollégám az, akivel itt beszélgetek, folyamatosan egyeztetek, és, és nagyon rossz tapasztalatok vannak, ugye? De kezdjük az elejéről, miért kell ügyvéd? Hát, ügyvéd az azért kell, hogy gyakorlatilag a Két felet, az eladót és a vevőt jogilag összekösse, szavatolja mind a két félnek az érdek érvényesülését, és gyakorlatilag papírra vesse megfelelő formátumba azt, ami a két félnek az érdeke. Ö, tehát az tévhit, hogy az ügyvéd az csak ez, vagy csak az képvisel, és egy joki újingosan jövünk. Tehát elméletben az ügyvédnek, nyelva egyébként általában az eladó hozza az ügyvédet, és ha itt jegyezném meg, mert beszokta próbálkozni ingatlanosok, eladók, hogy már pedig a ingatos a saját ügyvédjét hozza, aki, a ingatos, akit a eladó bízott meg, tehát itt egy érdekkör azért már kialakul, vagy ha az eladó ügyvédje, és akkor rá akar a vevőre a saját érdekkörét, nem szoktam javasolni egyébként, mert noha elméletben majd az ügyvéd akárki lesz, az mind a két félnek a érdekét képviseli, azért gyakorlatban teljesen más látok, gyakorlatban azért elő-előfordul meglepően nagy mennyiségben, hogy, hogy baromira nem mind a két fél érdeke van képviselve, hanem hozza az eladó aki saját ügyvédjét, vagy hozza az ingatlanos, akit a eladó bízott meg, aki saját ügyvédjét, mert hogy az lesz a tuti, aztán, aztán hát annyira nem biztos, hogy tuti. Nyilván az elején mosolygás happy dizzy, de amikor kell a hurok, mert mondjuk a ügylet kezd sérülni akár egy hitelfelvétel során, vagy bárhogyan, akkor hirtelen kibújik a szög a zsákból, és hirtelen már kevésbé történik egyfajta jogérvényesítés, vagy jogi védelem az ügyvéd által, mint sem, hogyha a vevő oszta volna. És egyébként itt a személyes véleményem, hogy amíg a vevő fizeti százszerzekosan egyébként az ügyvédet, hozzáteszem, addig szabadjon már Uram, bocsá, a saját magáltal kiválasztott, saját magáltal jónak és hitelesnek gondolt ügyvéddel dolgozni, ö, azzal szemben, hogy valaki azt mondja random pistike, hogy hát már pedig el fogsz dolgozni, mert, mert csak és punktum. Ö, na, minden ezen túl is vagyunk, de nagyon fontos a jó ügyvédet kiválasztani, és, és hát nem mindig sikerül. És most hoztam néhány januári, januári sztorit, ez, ez, konkrétan a szintem 20%-a sem, azok a sok szarságnak, ami csak januárban történt, tehát olyan szinten voltam már pipa az ügyvédekre, de tényleg, hogy, hogy, egyszerűen megkérdeztem a sárt ügyvédentől, hogy figyelj, ti, most nem tudom, minden bolondot kiengedtek egyébként? Vagy, 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 vagy a ügyvédet, figyelj Tamás, nálatok nincsen egy ilyen ügyvédi szuperfórum, mint a, vagy egy valami, mint nálunk hiteleseknél, hogy, hogy, úgy, van kitől kérdezni, másik kollega, bank oldalról is tudok kérdezni, tehát hogy, hogy miért jutunk el odáig, hogy, 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 hogy inkább egy nagy katyvasz lesz az egész, és senki semmit nem tud, mint sem, hogy kiderítse. De mindjárt elmondom, hogy miről beszélek. Na, első sztori. Hát ugye csak plusz szerettünk volna öö, megiratni. A ügyfél mondta, hogy hát neki van Pista bácsi a ügyvédje, már már másnak is, Isősnek is ő és hogy akkor ez tökre elégedettek. Milyen jó. Na, hát Pista bátya, most nem pisnek hívták, elkezdett akadékoskodni. Mert hogy nem tudja, hogy kell csak plusz szerződést írni. Öö, nyilván ez öö, nem úgy, hogy felvállal, hogy nem tudom, fiam, hanem hanem kérdez. Kérdez az ügyféltől először. Miért kérdez? És én nézem, és mondom, miért kérdez az ügyvéd az ügyféltől? Hát pont fordítva kéne az ügyfélnek, én az ügyvédtől kérdezni a jogi értelembe. Üh, hangsúlyozom, ez már január vége volt, tehát már nagyjából egy olyan 28 napja volt elérhető a banki adásvételi követelmények kritérium lista minden bankra lepontosítva, hogy mit várnak el és a, ugye legalább 28 napja már a, a végleges csok plusz jogszabály is elérhető volt egyébként a magyar közlönybe. Tehát, hogy a meglepő, mert ha ez meg első két-három napban történt, még elhiszem, hogy nem updateelt az ügyvéd, de egy magára valamit adó ügyvéd, aki egyébként ingatlan szakjogász, és kitja majd a következő kritikám a legvégén. ez fel is írom. Ingatlan szakjogász, erről lesz egy nagyon súlyos kritikám, mert picit elegem van már ebből, hogy mások után takarítjuk a szart hitel oldalról az nagyon kellemetlen. És akkor a ügyfélnek elkezdett kérdezni, és az ügyfél mondta, hogy de hát ő nem tudja, akkor az ügyvéd erősködött, akkor adja meg a hitel számát engem, és annak engem felhív. Felhívott a maga lazaságával, ugye, Pista és és hát tőlem kérdezni, hogy hogy is van, hogy akkor régi csoknál be kellett írni a vállalatgyereket, itt is be kell írni, és mondtam, hogy ne haragudjon, de én nem nyújtok jogi szolgáltatást, vagy egyébként, ha nyújtok, akkor én azt kiszámlázom úgy, hogy ön is kiszámlázza az ügyfelének, tehát, hogy, hogy, mi, mi, tehát hogy, hogy azért tisztázunk már valamit. A vételár fél kötőjel egy százéket fizeti ki az ügyfél, egy adásvétel során, még az egy 50 milliós ingatlannál az 500 000 forintot fizet ki jogi szolgáltatásért, és gyakorlatilag akkor azt kapja, hogy kap egy sablon advásvétel, itt negyen tévhited, mert általában ezek sablonok, ha, ha van ez az ügyvédnek, csak azt látom, hogy az sincsen. Tehát sablonba minden bankhoz megcsinálja egyébként, a, ha ezzel foglalkozik, csak sok esetben is ezzel foglalkozik az ügyvéd, de mindegy, erről lesz szó, megcsinálja, előveszi, gyakorlatilag az adatokat átírja, minimálisan módosítgat, nyilván felek akarata szerint, és meg vagyunk. És ez fél millió. Nyilván ugye meg a mögé tesz jogi szolgáltatás, felelősségvállalás, bla bla. De mondtam, hogy de én nem nyújtok. Nem akartam megérteni az ügyvéd úr, hogy én nem nyújtok. Mondom, én nem fogom felvállalni ezt. Mondom, amit tudok, egy adásíték követelmények listátok adni. Ha az, azon pontok mentén halad, biztos, hogy jó lesz, én már átküldtem megmondtam neki, még azt is tudunk, hogy ad, olyan banknál vesszük fel, konkrétan egy ilyen bank van összes közül, akinél tudok, vagy nem én, hanem hogy akik csinálnak úgynevezett jogi véleményezést, tehát adásvételi véleményezést. Senki más nem csinál, nem a erről is lesz később szó. Mondom, beküldjük. Jó, jó, mindegy, akkor majd, megkérdezem a bankot, mondta az ügyvéd úr, és akkor letettük a telefon. És akkor így, így leforrázva álltam, hogy nem értem, hogy hogy volt akkor bátorsága elvállalni egy ügyet, tehát valakinek az adásvételéjét így elvállalni, ahol egyébként foglalók, fizetési határidők vannak, minden van, hogy gyakorlatilag nem, nem tehát január 28 a környékén még, még, fogalma nem volt egy sok plusz szerződést, hogy kell megkötni. Azért a közepesen szar ingatlan szakjogászok január 28-ára már nagyjából egy ilyen egy tucatnál többet kellett volna megkötniük. Nyilván ez a szerintem. Mert akkor még mi az, amiben hibázik? Következő. Régi vagy új energetikai. Me legnagyobb meglepődésemre az ügyfele nagyjából 90%-át nem tájékoztatja az ügyvéd, még mindig, de most itt vagyunk, 2021. február 15-én nem szól nekik, hogy hát ne haragudj, de a 2023. november elejé Energetikai tanúsítvány nem jó. Történt ugyanis, hogy történt egy jogszabályváltozás, és 2023. Janu vagy janu 2023. november 1 egy új típusú energetikai tanúsítványjal kell rendelkezni az ingatlannak, ha el akarod adni, vagy ha ki akarod adni albérletbe. Utóbbi nem nagyon valósul meg, de az mindegy. Tehát adásvételnél egyébként az ügyvéd nyilván egy hetszámot, ő vállalja, hogy gyakorlatilag ezt lehitelesíti, hogy van ilyen. Tehát igazolja az ügyvéd, hogy van ilyen. Volt egy átmenet, hogy a banki hiteleknél egyébként december 31-ig még a régi típusút elfogadták. És hihetetlen, és ezzel teljesen kibuktam, hogy január, vagy február 15-e van, és most már azért több, több, tucat hitelügylet ment át most már kezemben idén, és az a tapasztalat, hogy akik ilyen, majd én hozom az ügyvédet című ügyfelek, 90%-ának nem szóltak arról, hogy amúgy te a régi típusút, nem fogja elfogadni a bank. Most már kell követnem magam, mert volt, aki most elfogadott kivételesen valamit, de alapvetően most már inkább az a ökölszabály, hogy nem, nem fogadják el, a, mondjuk egy használtnakás vásárlásnál, mert már új típusú van. De hozzáteszem, ha még most el is fogadja, mert mondjuk pont van még olyan bank. Mit érsz vele? Tehát egyrészt te, mint vevő, gyakorlatilag egy, egy sérelmet keletkezik azáltal, hogy nem az új típusú, tehát érvényes energetikait kapod meg adásvételikor, ergo, ha később te eladod, akkor nem fogod tudni ezt felhasználni, neked kell saját költségen csinálni, meg egyébként jogszabályilag, is ez le van elég szépen tisztázva, hogy neked meg kell ezt kapni. Tehát akkor nem értem, hogy veszi azt a bármelyik ügyvéd azt a bátorságot, hogy így szemet hunye felett, és elfogadja mondjuk a 2020-as energetikait, amit az eladó ad. Nem értem, hogy miért nem zavarja el az ügyvéd, és miért nem mondja, ne haragudj, mondja az eladónak, hogy ne haragudjon, de újat kell csinálni, ez megvan két nap alatt, meg kb. 15-20 forint, de meg kell, ez kötelező elem, az a tiszta. Nem? Mit csinálunk? Szemet hunyunk, és gyakorlatilag majdnem az összes ügylet, amit én láttam, az úgy megy régi energetikaival, én meg fontosan szólok, hogy hát az nem lesz jó, mert a, bírá, a, a és ez meg fog bukni. Kb. 90%-ba kell új. És akkor tudod, nyilván itt már megint megy az, hogy most akkor én mondok hülyeséget, a hülye közvetítőnek a baromsága, mert nyilván az ügyvéd a szent és sérthetetlen, mert hát ő aztán tudja, aztán amikor kiderül, hogy amúgy de rohadtul rosszul tudja, akkor meg megy a, megy a, megy a, megy, megy, szépen a sértődés. Ezt sem értem. Volt a harmadik sztori, volt, aki megkérdezte tőlem, de hogy az ügyfél felhívott, és megkérdezte tőlem, hogy ott vannak a ügyvéddel, ismerős, és az ismerős ügyvéd megkérdezte azt, hogy a bankot belekeli név szerint egy jelzálok igénylés miatt. Én bevonom őszintén, én ott lefagytam. Tehát, hogy, hogy, hogy én megálltam, és azt sem tudtam, hogy fiú vagyok vagy lány, tehát én már sok mindent hallottam az elmúlt 16 évben, ezt még ügyvédtől nem, hogy képes volt megkérdezni az ügyvéd, hogy bele kell-e írni a bankot az adásvételibe. És én már cinikusan mondtam, hogy nem, ne vicce, miért kéne? Sőt, az eladót is hagyja, csak írni, Sőt, nem aláírni kell, x-et teszel a végére, tehát hogy lehet ilyen baromságot kérdezni? Azért megkérdeztem, hogy de a, amit küldtem, adásvételi kritériumok listát, azt amúgy á, olvasta az ügyvéd. Mert nyilván nagyon hamariként ezekből a kiderül, hogy ezek, tehát, tehát ez nem ingatlan szakjogász, ez lehet, hogy ügyvéd, vagy valamilyen ügyvéd, és akkor majd ő úgy gondolta, hogy mivel, hogy római jogon együtt hallgatta a jogot az ingatlan szakjogászokkal, hát hogy a lópikulával ne tudna ő is megírni egy adásvételit, kis potya pénz? Mert hát ez ennyire egyszerű. Csak nem értem, hogy akkor hogy van az a fajta, ez, ez jegó, hogy hogy lehet az, hogy a kollégák erre szakosodnak. Tehát miért szakosodik valaki, ha egyébként ilyen egyszerű? És akkor azt látom, hogy gyakorlatilag egy adásvétét én jobban meg tudok írni, mint ezeknek az ügyvédeknek mondjuk a 20%-a akkor elég síralmas a helyzet, mert nem szabadna tudnom jobban megírni egy százaléknál sem, mert én egyáltalán nem ezzel foglalkozok, és azért mert ezerszer olvastam ilyen szerződést, meg ott van 6000 darab minta, amiből tudok dolgozni, még akkor is egy ügyvédnek jobban kéne tudnia megírni, nyilván, ha ezzel foglalkozik. Ha pedig nem ezzel foglalkozik, akkor én nem értem, hogy veszi a bátorságot arra valaki, hogy, hogy akkor azt mondja, persze, elvállalom, hát ez nem olyan nehéz. Igen, ám csak hogyha éppen belefuttok egy olyan el eladóba, vagy egy olyan vevőbe, aki egy igazi seggfej, egy, vagy egy kukacoskodó eldurvul a helyzet, pereskedés vagy, na ott lesz kérdés az, hogy milyen adásvételt írtatok, mit szabályoztatok le, mi az, amit nem, egy bizonyítási eljáráson mi az, amit tudsz bizonyítani, mi az, amit nem, és itt, itt ki egyébként a csontvázak a szekrényből, hogy, hogy egy szarul megírt, szerződéssel, az a baj, hogyha gond van, sokkal kevesebb jogi eszközöd van arra, hogy te megvédd az igazadat, mint sem, hogyha jól körülhatárolt, jól átgondolt, profi szerződést írtok alá, és nagyon sokszor mondom, hogy itt itt nem az árban van általában a különbség, mert ugyanúgy a szarügyvédek nem is ingatlan szokja, ugyanaz ugyanazt az összeget elkéri, hanem többet. Itt inkább abban szokott a különbség lenni, hogy ja, hát ő pistike, pistike, hát őt ismerem, jogi egyetemet végzett, lehet egyébként, hogy érted egy aktatologató valahol, most nem bántás, rohadt életében nem látott még adásvételi, de hát ő elvállalja, mert miért ne hát ide el szakosodni, mert nyilván egyébként, hogyha a májműtétre kerülne sor, akkor azt a fogorvosommal csináltat, nem szent doktor-doktor, meg mind a kettőknek van hipokrátészi esküje, tehát akkor mi baj lehet? Hát mondjuk lehet, hogy a májam nem lesz jó, de legább csillogni fog, abban biztos vagyok. Meg fogkőmentes lesz a májam. Tehát valami nonsens. és nyilván itt azért van az ügyvédeknek is felelőssége, hogy mit vállalunk el, mit nem, milyen szakmai tudással tesszük, mit nem, meg mondjuk hogy nyilván az ügyfélnek is van-e felelőssége, mert amikor mondjuk én is elmondom, Norbika elmondja, hogy figyelj, van olyan ügyvédem, aki pia piacon tényleg nagyon durván jó áron dolgozik. Tehát az, hogy egy, egy olyan szakjogász, aki ehhez ért, aki eddig figyelj, én évente több mint száz ügyletet küldök hozzá mondjuk. Nullaszor kérdezett kb vissza, Hogy figyelsz, így kell. És minden jó jól átmegy. Jó, 99%-e volt egy, egy vagy kettő eset, de az nem a feltétlen az ő hibája vagy, tehát az egy nagyon bonyolult, mindegy hülyeség volt, tehát, hogy az már, tehát nem az a, a sablon, nyilván, hogy minél bonyolultabb valami, ott van, de 90 százalékban soha nem volt gond. És mondom, hogy fie, és mindez gyakorlatilag tényleg olyan áron teszi, még egy fél százalékért, ami, ami brutál jó. Tehát kapsz egy, kapsz egy Ferrari a És akkor nem, nem, ott van a pistike. És tudod, és eddig egyébként tökre, tökre, egyébként engedékeny voltam ebben, mondtam, jó rendben, ott van pistike, hajrá. De azt látom, és akkor mindjárt folytatom tovább a sztorikat, csak hogy erre műjél, megrémüljél, hogy azt látom, hogy annyi szívás van ezekkel az ügyekkel, ahol Pistikét, meg a Peti bácsit hozzuk, meg egyébként az is, hogy áralapján választunk, mert ő tízzel olcsóbb, mint a ő. Amúgy meg hozzáteszem, hogy mondjuk egy 60 milliós ingatlanról van szó, tehát hogyha egyébként, akit ajánlok ügyvéd, az, az speciál kétszer annyira dolgozna, mint akit a összekukáztál ott a, a piacon, még lehet akkor is azt kéne, aki garantálta jó, mint lutrizni, hogy jó vagy nem jó. Ez nem azt mondom, hogy mindenki hülye, akit máshoz. A fele hülye. Tehát, hogy a, a ügyletek felénél nagyobb 50 az arány, akit má, más ügyvédek, 50 ban tök jól működnek a dolgok, vannak, akivel össze is ismerkedtem, tisztelet meg van, minden királyság van, támogatom. De a öt, másik 50 hát amiket most mondtam, baromság, és mindjárt folytatom, hát azon felháborított. Csak az a baj, hogy én én nem tudom eldönteni látatlanba, hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Az ügyfél, aki nagy es jó esetben első másik lakását veszi, szintén nem tudja eldönteni, hogy ez most jó ügyvéd, nem ügyvéd. Tehát itt kérem, könyörgöm, aki engem megkeres, az a, úgy keressen már meg, hogy Norbi, jó, és add az ügyvédet is, jó? Mert tudom, hogy te sok ilyet csinálsz, és tudom azt, hogy nyilván nem vagy a saját magad ellensége, tehát nyilván onnak a dolgozol te is együtt, akikkel gondtalan a művelet, mert nem lehet ilyen mennyiségbe hülyékkel együtt dolgozni, mert akkor a kutya nem keresne meg engem, mert akkor mindenki azt hinné, hogy hát ez egy hülye, ez a Norbi, hát minden el van csesződve. De ilyet nem írnak, tehát akkor valami jól működik, tehát fogadjuk már el, hogy jó a rendszer. Na, nézzük. Ö, négyes, hát imádom, ez mindig egyébként mindig a külsős, úgymond külsős ügyvédeknek a mániája. Küldjük véleményezésre a adásvételi tervezetet. Na most akkor tisztázzuk. A Bankok nem nyújtanak jogi asszisztenciát. Én pláne nem nyújtok, én aztán nem fogom felvállalni a szarul megírt adásvételét. Nincs is rá kapacitásom. Egy bank van olyan, akinél régió jogász véleményez. Az tök jó, hogy én egyébként szeretem. Ha beküldjük, ha van egy ilyen kérés, De a többiek nem. Többiek nem, úgy néz ki én nem véleményezek. Beküldöm a banknak. A banknál a ügyintéző ránéz, aztán az ahogyan tudja, úgy mondja. Tehát, hogy amennyitől lát, észrevesz, nyilván ő is sokját látott, visszaír valamit, oké. Okay. De azt értenünk kell, hogy, hogy a, tehát, hogyha az ügyvéd van egy ilyen adásvételi kritériumok lista minden bankhoz, ha ott pontról pontra halad, nincs gond. Akkor van a gond, amikor ilyen freestyle-ban nyomjuk az adásét és szerződést, és ma se tudjuk, mit ollózzunk össze. Na, akkor van a gond. Rendszeres, hogy a külsős ügyvédek kérik a banki adásvételi követelmények listát. Én meg ilyenkor csak fogom a fejem. Általában nem szoktam erre ezzel kapcsolatban felhúzni a szemöldököm, csendbe, alázatosan átküldöm. De ha már így nagyon kinyilatkoztatok az ügyvédekkel kapcsolatban, és te hitelfelvétel előtt állsz, vagy lakásásás előtt állsz. Azt azért értsd, hogy azért red flag. Tehát az, hogy tehát a, honnan van adásíték követelmények, elmondom neked, Google -be, én is a Google-be írom be, hogy MBH adásíték követelmény, egyébként pont MBH rossz például, mert összeolvadás óta azt lehetetlen megtalálni, tehát a, ami a tényleg nekem szóljál, vagy a banki kontaktnak, de minden más banknál frissítve ott van a legelső Google találat ott van. Tehát az az ember, aki csinál hetente mondjuk csak hat ilyen ügyletet, az nem fog ilyen hülyeséget kérdezni, hogy adásítét küld, már, mert pontosan tudja, hol van, mert hogyha nem a neten találja meg, akkor megvannak már azok az ügyvédi banki kapcsolatai, hogy oda szól, már, küld már át. Tehát, hogy nincs, tehát egy jó ügyvéd, aki ingatlan szakjogász, és ezzel foglalkozik, hogy adásételéket köt orbaszájba, az alapvetően a esetek 900-ában nem fogja a közvetítőtől vagy az ügyféltől kérni ezt a listát, mert annyira szakmailag igényes, hogy saját maga beszerzi, mert ez egy szakmai igényesség, hogy gyakorlatilag ő nyújt egy jogi szolgáltatást, tehát elég hülyén hangzik számomra, hogy a, a, jogi szolgáltatás nyújtó embereknek fizetek, ő kér tőlem olyan papírokat, amivel ő meg tudja írni jól a munkáját. Be tudja fejezni ez hogy van? Tehát nálam ez egy ilyen red flag, de, de, de ez a kisebbik baj, átküldjük, rendben van aztán nyilván megy, megy mindig ez a süket duma, hogy hát azért kérem, mert a bankok mindig módosítanak, és hogy a biztos a legfrissebb legyen. Nyilván erre azt mondom, hogy egyébként, hogyha megnézed a frissítés dátumát, a, ha Google eset találatba, akkor látod, hogy a legfrissebb, de hogyha olyan ügyvéd vagy, aki ezzel foglalkozik, akkor vannak banki kapcsolataid, mint ahogyan vannak föltivateli kapcsolatok, mindent. Tehát, hogy egy, egy, jogi szolgáltatás, egy ügyvéd szolgáltató, nem csak abból áll, hogy, hogy elvégeztem a jogot, aztán írom a Ctrl-C, Ctrl hanem arról is szól egy kicsit, hogy tudod, hogy kapcsolatokat épített ki, hogyha gáz van, például most megint visszacsatok az ügyvédemhez, kb. mindenhol ismeri a főosztályvezetőt a földhivatal. De tényleg, tehát én fontos ezt hallgatom. Valamit elcsesz a földhivatal, figyelj, fogja a tü tütütű, ívja a főosztály, sá, izé vagyok, mi, mi, a helyzet? Figyelj, akkor kéne, ezt csináljátok már meg, kérlek, mert és határidő van, és akkor megcsinálják. Tehát, hogy érted? Tehát akkor van értem az ügyvédnek, hogyha hozzá tesz valamit, nem csak elvesz. Um, na mindegy. Hatodik pont, módos, volt ilyen ügyfél most, ez pont most volt, kérve, mindegy, a, a hitel lett módosítva, mert hogy a csokra is lett igényelve 600.000 plusz hitel, de a csokot nem kapta meg, akkor 600 legyen pluszba hitel. Le lett írva, e-mailen direkt, hogy légy szíves, módosítsátok a hitel összeget, akkor ezzel szerződés, módosítás kérünk, Uh, mivel, hogy minden csúszás volt, kibuliztam, hogy a bank kifizette a szerződésmódosítás díját az ügyfél helyett. Ez nagyon ritka, de indokolt esetben ezt kibulizom. És hát mi történt? Szerződésmódosítás helyett az ügyvéd felmondta a szerződést, és újra kötötték. Nyilván sejtjük, hogy miért, mert is sokkal több pénzt lehetett elkérni a banktól, tehát egy módosítás 30 ezer, újra szerződés meg mondjuk 200-at kért el, tehát most nem tudom, a számlát, nem láttam a számlát, tehát kicsit bazsajogtunk ezzel, hogy nyilván tudjuk pontosan, hogy miért miért lett ez újra felmondva, akkor azért több pénzt lehet a banktól lesz gombolni. Igen ám, csak ezzel történt valami. És akkor most kezdjük megint. Energetikai tanúsítvány, hogy ezt az ügyet tavaly lett beadva, a bank elfogadta a régi energetikait, döntés előtt voltunk még, tehát vártuk a adásvételi módosítást, hogy a bank elbírálhassa a régi energetikaival a magasabb hitelösszeget, és a módosítás az arra jó, hogy az érben lévő adásvételt módosítja, tehát ergo nincsen szükség semmi másra. Na, elmondták a szerződést, ezzel a lendülettel a régi energetika egyébként érvényét veszítette, a bank már csak újat fogad el, és akkor ezt be kellett adagolni az amúgy ideges ügyfélnek, mert nyilván ő nem úgy nézi, mint mi, tehát nem szakmailag, hanem ő csak azt látja, hogy már megint a bank valamit kitalálta a hülye bank, új energetikait kell csinálni, húha, és akkor adagolt be hogy amúgy az ügyvéd miért mondta fel a szerződést, mikor le is lett írva, hogy módosítsunk. Ez is egy olyan hülyeség volt, amivel csinálunk egy ilyen másik kéthetes csúszást, csak a inkompetencia miatt, vagy itt nyilván egy szintem nyereségvágyból, de, de mindegy. Következő, ez decemberi eset volt. Imádtam. Tehát a csok az ma azért volt egy pár év, azt tudjuk. A csok törvény nagyjából harmadik e mondata ekkora betűvel, hogy a önerő, vagy a kifi önerőnek a Maximum 10%-át adhatott fizikailag készpénzbe oda, minden más utalva. Mit csinált ez a díszmajom ügyvéd? Adásvétel, de ugye én már csak a végén találkozok ezzel a szerződéssel, tehát ugye én nem véleményeztem, nem is küldték el egyébként, nem is volt kérdés. 10, nem tudom, 5% vagy hogy van? 20% volt az önerő. Beleírt ez a barom, még tanácsolt és az ügyfének, hogy az a legtisztább, hogyha készpénzbe adjátok oda a 20%-ot, ez le is lett írva, hogy átadásra került <coughs> ugye 20 Bement az anyag, ugye ügyfél ne, nem mondta, de honnan tudná az ügyfél egyébként. Azok, hogy egyébként ezt el szoktam mondani, hogy erre figyeljen, de annyi mindent mondok, hogy nem csodálom, ha nem jegyzi ezt éppen meg. Bank kapásból utasítja el mert hogy ilyenkor k hard KO el kell utasítani. Itt mondjuk annyi szentse történt már megint, de kicsit fényezze magamat, hogy ha általam megy be, azért vannak a maki kapcsolataim, hogy nem hivatos utasítják ilyenkor el, hanem először szólnak, mielőtt lőnek. Tehát tudni, -e, hogy te utcáról bemész, egyből lelőnek. Tehát azon nyomba vége, el utasítva. Nekem szólt, hogy figyelj Norbi, ez, ez így jó, csináljatok meg egy módosítást. Na, akkor mit csinálunk? Akkor megértetni ezzel a barom ügyvéddel, hogy hát akkor most figyelj, ne haragudjál már, de, de szó... foglalkozásból elkövetett károkozásba vagy éppen, legyél már szíves, ingyen, mert mondjuk azért pofátlanság lenne ilyen komán pénzt kérni, akkor vissza a pénz, írjátok vissza, hogy visszam, és akkor módosítsátok, hogy készpénz, mint max 10%-kal lesz, és akkor többi utalva. Iszonya, csak ez macera. Meg ráadásul az ügyfének simán el lehetett gondolod, hogy ez december a közepén történik ez, és még nincs idő arra, hogy befogadja a banka, mondjuk, hogy újra kell szerződni miatt. És akkor bukja a csokkot, és buk mindent, amit tavaly kitalált, mert pont módosul a jogszabály, mert az ügyvéd az az, az ennyire inkompetens volt. És akkor nyilván az ügyvéd is, hogy felemeli a kezét, ő megindokolja jogilag, hogy hát neki van igaza. Igen, ezt egy külön imádom, Ö, nagyon sok ilyen volt mostanában, nem is értem, tényleg nem értem most, mi történt, mi volt a vízben hogy jön egy ilyen, ilyen, ilyen jogi faszméregetés, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg, hogy amikor akkor nagyon világos a banki kritériumrendszer nagyon sok mindenben, nagyon világos el van mondva, így kell csinálni, és akkor jön, 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 jön ügyvéd, és akkor elkezdi magyarázni, hát nem, 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 tehát ő máshogy értelmezi a jogszabályt, az hülyeség, amit a bank akar, és akkor meg kell győzni, és akkor nyilván ilyenkor tudod, ez a megy az adok kapok, mire nagy nehezen belátja, és felfogja, és megérti, hogy hogy nem. Tehát, hogyha fejre állsz, sem és akkor, jó, jó, oké, és akkor tudod, elmegy az időd, életenergiád, ketyeg az ó, ügyfél ideje is, ketyeg a pénz, és mindezt a semmiért igazából. Uh, most volt egy kifejezetten barom eladó, hú, én nagyon sajnáltam a, a, az ügyfelet, szóval a barom eladó, hát a, a, nem mondom a teljes sztorit, mert elgondolom, annyira kemény volt, csak ezt az ügyvéd részét, meggyőzte a vevő, ügy, figyelj, a vevő ügyvédjét, hogy az ingatlanon levő csokot, úgy fizetik ki, hogy a vevőnek a, a hiteléből, hogy a bank figyelj, nem a, a, nem, nem, a, a nem utalja által, hogy volt, hogy a Ja igen, bocsánat. Ja igen, tudom, tudom, hogy volt. Jó, bocsi, csak egy kis összekavarodtam. Szóval, meggyőzte, hogy írják be az adásvételibe, hogy a vevőbankja, figyelj, az államkincstárnak utalja át a csoknak az összegét, tehát magyarul a vevőbankja fizetti ki az eladónak a állami támogatását. Most ezt így ízlelgesd. Hogy ez szerinted mennyire reális. Az a retardált meg beírta. Tehát, hogy kérdezzem de hogy milyen jogi szolgáltatást nyújt, Aztán miért nem mondtad azt, Ügyvédként, hogy ez nem működik. Mert egyébként nagyon világosan le is van ez írva, uh, Aki csinált kettőnél több az is pontosan tudja, uh, ez nem működik. Tehát attól, mert van egy fél hülye eladó, aki azt hiszi, hogy az van, amit ő mond, majd ő becsicskít mindenkit, attól még jogilag ez nem működik. És a, mindezt úgy vál, csak hogy spilázzuk a sztorit, hogy a közben, párhuzamosan, meg a hitel előtt, a vevő 30 milliót odaad önerőbe az eladónak. És akkor kérdeztük, vagy hát a kollégám intézte ezt a hitet, kérdezte, hogy de... Hát senki nem értette, hogy azt a pármilliós csokot, az fizesse ki az előlegből, vagy a önerőből, a 30 millió kp-ból. Mert egyrészt a bank nem fogja kifizetni, másrészt meg, hát ez így működik, hogy nyilván először, ha van -e ingatlanon egy teher, vagy kettő lakási teizé, először azt akarod eltünte, azt kell eltüntetni, hát a, nélkül hát hozzáteszem, hogyha van ingatlanon banki teher, azt az új bank tudja refinanszírozni egyébként, tehát azt ki tudják fizetni, támogatás nem, de mondjuk hozzáteszem, amikor 30 millió kp-t beteszel a sztoriba, azért mondjuk minimum az az elvárás, hogy legalább a banki teher lekerüljön, de ugye, és olyan az, hogy na és akkor mi van, te odaadsz 30 milliót, egy ilyen nagyon okos ügyvéd van a képbe, és az eladó akkor így elkölti azt a pénzt, és akkor így nincs kifizetve a, a csok. Akkor mi van? Nincs termentesítve az ingatlan, nem tudja a bankod utalni, és így megállt a sztori totálisan. Másolja olyan az, hogy te még zsebben nyúlsz, azt még egy potyára fizetsz, vagy pedig, ha nincs meg a szándék eladói részről, persze lehet menni perelgetni, de az lehet számolni, hogy az mennyi idő lesz, és akkor a végén mi lesz, vagy lesz, vagy nem. Tehát nincs egy gyorsított eljárás, egy hónap alatt ki rájön a bíróság, hogy rohadtul egyértelmű, mi történt, hanem akkor ilyen hiánypótlás, olyan izé, és akkor az évek telnek te meg ott állsz, hogy ott van 30 milliót, és ha még olyan, én láttam ilyet, behajthatatlan, mert nyilván ilyenkor, akinek odaadják, az, hú, át, annak nincsen hivatalos munkája, akkor meg szünteti, nincsen vagyona, a mindent el odadott másnak, aztán te csak futsz a pénzed után. Alapban egyébként ilyen nagy önerőt azt úgy szoktam javasolni, hogy nyilván a foglaló rész az persze a, odaadod. Talán még ilyen 10% előleget is odaadsz. De, de, amikor érted, 30 minus tételekről beszélgetünk, azt figyelj, azt tegyétek ügyvédi letéti számlára. Azt nem az eladónak adod. Ugyanis mi van akkor, hogyha te visszalépsz? Összeveszel az eladóval. Kiderül valami az ingatlanról, és az neked nem vállalható. Vagy a bank nem ad hitelt. Mondjuk az, az, az nem szokott előfordulni, mert előszűrök, de tegyük fel. Tehát valami történt, amit visszalépsz. Na most te oda csetintettél 30 milláta az emberkének, és akkor mondjuk azt mondja, hogy figyelhető, nem adja vissza. Én értem, hogy jogilag neked van igazad. Bizony is be. Én láttam olyat, aki így bukott el nagyon komoly előleget, mert egyszerűen az eladó átcseszte, nem adta vissza az előleget, nem, hogy a foglaló maradhatott volna az eleget. És arról hely, hogy abból a pénzből, amit több benyúlt, felújította a lakását, és sokkal drágábban eladta másnak az ingatlant. Így kijátszotta a webböt. Geniálisan szar volt ez a sztori, mert, mert szörnyű volt. Uh, na, de sok ebben a sztoriban is, hogy ez oda az 30 milliót, és akkor... Tehát, tehát ne, 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 játszunk az emberek életével. Ügyvédi illetéti számla nem viccből van. Amíg van banki teher, vagy állam, állami teher, pláne nem adod oda a KP az eladónak. Én értem, hogy bizalom meg minden, de ez ma az a tétel, ahol bármi történik. Vagy például mondok egy példát. Legjobb, jó indulatú ember a ve eladód is. Tényleg korrektek vagytok. Adod oda pénzt. Neki miért adnád letétbe? a csávó szívrohamot kap és meghal. És ott, ott állsz, hogy igazából te odaadtál 30 milliót, de nem tudod birtok a lakás, mert ugye a banknak utalnia kéne, a bank addig nem tud utalni, hát egyrészt azért nem, mert van egy csok teher az ingatlanon, az nem tud, nincs kifizetve, nem tehermentes, másrészt meghalt az eladó, tehát nagy esélye, ez egy ilyen hagyaték eljárás veszik kezdetétől, mihogy merre, meddig, és addig akkor megáll minden. De közben neked lejár a bankodnál a mindenféle határidőt, tehát ott is buksz egy csomó pénz azt max. újra, ha hitelképes vagy, vagy ha nem, mert veled is történt valami. Tehát egy elég szar helyzetben navigálódsz, tehát ezért is én ügyvédeleti szemmel biztos, hogy javasolnék ilyen tételnél, de, de ez is egy olyan dolog volt, hogy nem értettük, hogy akkor az ügyvéd mit keres a ügybe. És akkor itt nyilván megint a szakmai alázat, hogyha látom, hogy képtelen vagyok ennyi, ilyen szinten el. el tehát a, nem is a vevő érdekét képzel, a, a jog érdekét, a jog és megmondani a, ennek a mini-hitler eladónak, hogy figyelj, értjük, értjük hogy elképzeltél mondta a fejedbe, csak az nem működik, csak a döntsd el, hogy vagy így működik, vagy sehogy nem működik. Ö, igen. Van. Igen. És mi a konklúzió? Mert nyilván most hoztál egy csomó szó, hogy figyelj, holnapig tudnék magyarázni. Mondom, tegnap előtt már nagyon pipa voltam egyébként a újabb és újabb és újabb hülyeségekre, amiket így ügyvéd oldalról tapasztaltam az elmúlt időben. Nem Példátlan volt ez az egész. Mi a megoldás? Hát nagyon egyszerű a megoldás, és most ebben rohat szigorú leszek, és nagyon hazafele fogok beszélni, de a te érdekedbe. Mert azt látom, hogy 100 volt fél ügylet, piaci szinten is nagyon jó áron dolgozó ügyvédemnél gond nélkül megy működik, és amikor módosítok e bármit, az ügyvédem megcsinálja azonnal. Miért? Azért, mert számára te nem egy ügyfél vagy, hanem te Norbi ügyfele vagy. Ez azért fontos, mert én, hogyha hozok 20, 30, 50, 100, 150 ügyfelet neki, ő azon sokat keres. Na már most neki érdeke az, hogy én boldog legyek. Azon kell, hogy emberleg is mi jóban vagyunk nagyon de én akkor vagyok boldog, ha te boldog vagy. És csak ez a lényeg. Kiemelten fog kezelni, és ezzel szemben, amikor kellett valami módosítás, nagyjából 60 ban vagy 70 ban azt tapasztalom a, a, hozom az ügyvédet című hogy ez valójában egy vagy a sok közül, kérek egy módosítást, vagy nem érhet a bankér, csak az ügyvéd, ja most nyaralok, majd két hét múlva. Ami, nyilván megint egy kérdés, hogy oké, okay, te nyaralsz, de de ilyenkor az ügyet hát kéne valakinek vennie, aki tudja hitelesíteni dolgokkal. Tehát ez jobb helyeken így működik egy ügyvéd irodában, vagy akkor más csinálja. És én többször futottam erre, hogy most várunk két hétig, az ügyvéd nyaral. Jaj, meg az ügyvéd nézé, meg a, mint egy hét, két hét, és akkor így állunk és várunk. Nekem meg az ügyvédem kb. ezt két napon belül csinálgatja mindenkinek. És azért, mert haladnunk kell, pörögni kell. Uh, tehát, tehát, abszolút az a megoldás, ha velem dolgozzol hitel miatt, tehát, hogy szia, Norvi, szeretnék egyedi kamatot, szeretném a kapcsolatrendszeretet, a stratégiát beszéljük, hát, tehát minden is kell lesz, igen, az a kérdés, Norbi, az ügyvédedet fel oda tudod -od a kontaktját? Nincs más, tehát ne haragudjatok, 50-50 százalékban 50 látom most már azt, hogy milyen fasságok vannak, és, és nem tudom neked megmondani, hogy te melyik beszél, és nagyon sokszor azt se tudja megmondani, hogy egyébként, mert úgy indul neki, hogy nem, nem, jó lesz, és nagyon ijesztő arányban nem jó, nagyon nagy arányban szívás, és és kell neked ez a szívás? Nem, mert valójában neked alapvetően mi a célod, hogy a lakást megvegyed. Neked ez a célod, ezért a foglalót kockáztatod, és ezért az előleget belerakod. És akkor olyanokról már is beszélek azokról a sztorikról, amikor jogilag nem volt egyszerűen megfelelő az ingatlan, és ezt az ügyvédnek tudnia kellett volna. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor az ügyvédnek se kell feltétlenül mindent tudnia, mert, mert ugye itt van egy banki kockázatkezelés, fedezetkezelés, meg van nyilván egy, egy jogi rész. És, de nyilván minden amit a egy ügyvédnek, minél minden több mindent látott ebbe a témában, az annál nagyobb biztonsággal tudja ezeket mondani, hogy figyelj, ez így nem lesz jó, vagy az nem lesz jó, vagy így csináljuk, vagy úgy csináljuk. De, de, de azért a nap végén tényleg azt látom, hogy hogy döntened kell, hogy ez jól, fog, jól működjön e vagy nem, és hogyha jól, akkor igen, itt látod most face to face, hogy van egy olyan rendszer, ami jól működik. És nem tökéletesen, jól működik, és törekvés van arra, hogy jól működjön, és a megfelelő szakemberekkel. Uh, szóval magadnak teszel majd szívességet, hogyha ezt megérted, amiről beszélek. Tetszett a videó, dobj lájkot, like uh, írd meg hogy neked volt-e valami extrém story ügyvéddel, hogy valami teg van, olteri baromság. Uh, meg hogy jó lenne, hogy nem tudom, ügyvédi továbbképzés, vagy, 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 vagy én egyébként azt hoznám meg szó szerint kötelező érvényel, hogy adásvételit kizárólag ingatlan szakjogász végez, írhat, köthet meg, senki más, tehát nem pistike, nem vállalati jogász, nem izé, nem, nem hozé az, aki ezzel foglalkozik, mint ahogyan a pék egybe embereket műteni. Tehát, hogy könyörgöm. Az ez, érdemesen ezen elgondolkodni, hogy ez, ez hogy lehetne így, mert mert, 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 mert tényleg gáz ez a része a dolgoknak, de hát, de ez van. Szép napot, sziasztok!